az életünk részévé vált a forgatás, úgyhogy nekem nagyon fog hiányozni. Sokan mondták, hogy csodálkoztak azon, hogy beengedtük a kamerát a szülésre, de igazából nem bántam meg így utólag. Az elején nagyon furcsa volt, hogy követik minden lépésemet. Andrea, Zsuzsa, Petra és Viki videónaplón kismamái ismerkednek egymással. Az elmúlt 16 hétben együtt élhettük meg velük a terhességük legfontosabb pillanatait, Panka és Polly születését, de a kismamák eddig még nem találkoztak egymással. És te bent voltál a szülésnél? Bent voltam végig. Egyébként nekem is egy ideig az egy dilemma volt, hogy bent legyek-e vagy sem, és akkor végül is az Andi szerette volna, hogy minden áron ott legyek. Csalódott és voltál, vagy milyen élményekkel jöttél? Nagyon-nagyon jó élmény volt. És ti döntöttetek már róla, hogy apás szülés lesz-e? Viki, ő nagyon szeretné, hogy bent lennék, én még nem döntöttem el 100%-ig, még kicsit bizonytalan vagyok. Robi mindenképpen az apás szülés mellett érvelt. Kislánya Polly 6 héttel ezelőtt született. Akkor együtt szorítottunk Robinak és Andinak a szülészetem. Szép nyugodtan legtovább a jégedet. Szeretnék már túl lenni rajta és megfogni a gyerekemet. Láthattunk ritka pillanatokat is, amikor Pollynak levették a köldök zsinórvérős sejtjeit. Nagyon vártuk már, nagyon szerettük volna, hogy megérkezzen hozzánk. És nektek egyébként milyen olyan váratlan dolog jött be az életetekbe, amivel nem számoltatok, vagy nem így számoltatok? Hát amire azt mondod, hogy na mindenre gondoltam, csak erre nem. Ami meglepett, az az étvágya, mert az van neki nagyon. Tehát, hogy nagyon sokat ebet, vagy nem is azt, hogy nem eszik effektíve sokat, csak sok rajta marad. És ő 6 hét alatt 2,5 kilót hízott. Arra figyelünk nagyon, hogy ilyen nyugalom vegye őt körbe, hogy kiegyensúlyozott baba legyen. Láttam, hogy voltál kint a belgiumi laborban. Mi volt benne a legjobb? Nagyon jó volt tényleg végignézni az egész folyamatot, hogy hogyan kerül be oda az őssejt, és a köldökzsinós hogy dolgozzák fel. Petra 27-es terhesként egyre gömbölyödő pocakkal utazott Belgiumba. A központi laboratóriumba Licskó Adrien biotechnológus is elkísérte. Ez itt tulajdonképpen a köldökzsinórvér. A köldökzsinórvért egy speciális eszköz segítségével elemeire bontjuk, és kivonjuk az őssejteket és az egyéb fontos sejteket, amik aztán adják a tárolandó őssejt mintát. A kisbabám ősejtjei egy életen át itt tárolhatóak? A méhfagyasztás tapasztalatai alapján a minták ilyen körülmények között tárolva több évtizeden keresztül, akár egy életen át megőrizhető károsodás nélkül. A várandóságod alatt mi volt az, ami a legmeglepőbb volt számodra, mire nem számítottál egyáltalán? Hát az első ultrahangfelvételen készült képek, tehát az az endoszkópos jellegű kép van, tehát amilyen háttérmegvilágítás, meg árnyékolás, az valami hihetetlen. Az tényleg olyan, mintha valaki ott lenne a hasamban és ott fotózna. Az elmúlt 16 hét során minden fontosabb vizsgálatra elkísértük a kismamákat. Így ott lehettünk velük akkor is, amikor megtudták, kisfiúk vagy kislányuk lesz-e. Nekünkre ő most bevette oda a köldökzsinort. Itt lehet látni, a köldökzsinor a lába között van, viszont én fütyit nem látok, úgyhogy én inkább kislánynak tippelném. Nos, hát itt ahogy csinál egy ilyen kis terpeszt, mintha lenne ott valami kis pöcök, nézzenek ide, itt lenne. Inkább az első tippem fiú. Mondjuk 90%-ra mondanám, hogy fiú. De végig követhettük azt is, hogyan fejlődik egy magzat a 9 hónap során. Elég speciális
speciális helyzet, hogy ikrek is voltok, egyszerre is voltatok terhesek. Olyan jó volt, hogy így együtt éltük meg, kérdezett mindig egy csomó mindent, akkor tudtam neki segíteni. Annyira nagy biztonsági érzetet adott az, hogy ott volt a Zsuzsi, és mindennel tudtam hozzáfordulni. Andi és Zsuzsi teljesen véletlenül egyszerre lettek terhesek. 3 hét különbséggel születtek meg lányaik. Szinte mindig mindent együtt csinálnak az életben. Így a várandóságok alatt minden tanácsadásra és minden vizsgálatra is együtt mentek. Andrea, Zsuzsa, Petra és Viki történetét eddig követtük. Videónaplomban megpróbáltuk bemutatni a várandóság legszebb pillanatait. Próbáltunk tanácsokat adni, mire érdemes a 9 hónap alatt felkészülni. Meg nagyon jó lesz szerintem, hogy majd de egyszer a Polinek ezeket meg tudjuk mutatni, hogy jártak a szülei ultrahangra, a vizsgálatokra, hogy vártuk ők is, mert ezt ő egyszer majd látni fogja, hogy született. Szerintem ez egy nagyon jó dolog.